Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Tegnap egy ötletem volt, és úgy gondoltam, hogy kivetem a kártyát az ikerlang szerelemre, ki a lelki társad, hiszen én tudatában vagyok azzal, hogy mindenkinek van egy lelki társa. Úgy gondoltam, hogy jobb, ha kivetem az egész képet, tehát ezt a nagy kártyalapot, viszont itt csak szerelemről lesz szó. Tehát ami a munkát, az anyagiakat illeti, vagy a családi helyzetet, azt kihagyom ebből a jóslásból, és majd írjátok le a kommentárba azt, hogy tetszik-e ez a kivetés, igen vagy sem, mert ha ez tetszik, akkor én ezt többször majd elkészítem. Mivel én az asztrológiával is foglalkozom, én úgy gondoltam, hogy az is jó, ha elmondom, hogy mit üzennek a csillagok, de hozzá kell tennem azt, hogy én az indiai asztrológiával dolgozom, és az indiai asztrológia másképp számítja ki a horoszkópot, tehát a bolygók állása más, mint a mi általunk ismert asztrológiánál, viszont ez az indiai számítás nagyon-nagyon precíz. Mars bolygó az jelenti a férfiakat. Vénusz bolygó az jelent bennünket, hölgyeket. Mars bolygó az indiai számítás szerint az ikrek jegyében van, a levegő elemében. Vénusz bolygó az indiai számítás szerint a kos jegyében van, tehát a tűz elemében. Mivel a levegő eleme és a tűz eleme barátságban van egymással, így most jó a kapcsolat a férfi és a nő között, így általánosságban. Mars bolygó 8 fokon van az ikrek jegyében, Szaturnusz bolygó szintén 8 fokon van a vízöntő jegyében. Mivel a vízöntő jegye a levegő eleméhez tartozik, az ikrek jegye szintén a levegő eleméhez tartozik, itt van egy jó kapcsolat Mars bolygó és Szaturnusz bolygó között. Ez kihat a sorsra. A férfiaknál lesznek sors döntő események, változások, döntések, találkozások. Vénusz bolygó 22 fokon van a kos jegyében, Uránusz szintén, tehát együtt hatnak. Uránusz bolygó szintén változásokra utal, vagy egy meglepetésre. Tehát mi hölgyek szintén döntések előtt állunk, lesznek változások. Jupiter bolygó jó hatással van Vénuszra és Uránusz bolygóra, ez jelenthet szerencsét vagy lehetőségeket. Tehát ami a csillagokat illeti, itt lesznek változások, jó a kapcsolat a férfias és a nőies energia között, és Jupiter bolygó segít, adja a lehetőségeket. És most megnézzük ezt a kirakást, ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható, a lelki társad veled szemben, te odafigyelsz rá, ő odafigyel rád, tehát megvan itt a kapcsolat kettőtök között. Sőt, itt előtte látható a mozgás, ő közeledik hozzád. A lilium virág az jelenti a te ártatlanságodat, vagy azt, hogy itt tisztázódik valami, amit a lilium még jelenthet a Lenormand kártyáknál, ez a testi kapcsolat. Lehet, hogy nála vannak ilyen tervek. Itt van a szív, tehát a szerelem. És ez a szerelem összeköt benneteket.
hiszen ő egy vonalban van a szívvel, és te is egy vonalban vagy a szívvel, és ez a szív olyan, mint egy sarokkártya, ez, ami összefűz benneteket. De itt látható a hamis róka, az lehet, hogy ő nem beszél nyíltan érzelmekről, vagy voltak a múltban nehézségek, félreértések, ezt jelentheti ez a hegy. Amit a róka még jelenthet, ilyen negatív gondolatokat vagy érzelmeket, ha úgy gondolod, ó, ebből úgysem lesz semmi, nem tudom, hogy megbízhatok-e benne, én ezt meg sem értemlem, vagy voltak a múltban nehézségek, különösen a téli hónapokban, hiszen a hegy jelenti a téli hónapokat. De ez lezárul, ez elmúlik, hiszen a kasza elvágja ezeket a nehézségeket, vagy félreértéseket, és hamarosan lesz itt egy jó hír, egy szerelmes levél, és itt a nap jelenti a valóságot, azt is, hogy látni fogod őt. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt ezek a kártyák vesznek téged körül. A hátad mögött ez a kereszt jelenti a sors utakat, tehát lesz itt egy találkozás, hiszen a sors utatok kereszteződik. Jelenthet döntéseket is, hiszen elérkezel a sors utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább. Itt jóra fordul minden, hiszen itt látható a szerencse. Ez a könyv jelenti az zárkózottságot, a múltat, de jelenleg már így nyitott, ő nyitott lesz érzelmekről, tervekről beszélni. És te szeretnél vele valamit tisztázni. Ami őt illet, ezek a kártyák veszik körül, itt van a lakás, az otthona, a család, a munkahely, itt valami lezárul, hiszen a koporsó lezárja a kapcsolatokat, vagy a munkahelyet, tehát itt lesznek változások. Ő feléd tekint, és az a fontos, hogy látható itt, hogy közeledik hozzád. Viszont hozzá kell tennem azt, hogy mindketten az első sorban vagytok, és nincs a fejetek fölött kártya. Az jelenteni a gondolatokat, a terveket, de mivel nem látható, így jelenti az, hogy te is zárkózott vagy, ő is zárkózott. Kell egy kis idő, amíg ő megjelenik nálad, és akkor kisüt a nap, láthatóvá tesz valami, kiderül az igazság, és bízhatsz ebben a szerelemben, hiszen itt van ez a jó hír. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rá!